Modern konyhabútor, korszerű vizes blokk, tágas helyiség. Ez a 60 négyzetméteres szociális bérlakás egyike annak a 9-nek, melyet csütörtök délután adtak át Ibrányban. A település még 2016-ban a Településfejlesztési Operatív Programban pályázott leromlott városrész rehabilitációjára és a szegregátumban élők társadalmi felzárkóztatására. Az elmúlt bő másfél évben pedig javában zajlottak a kivitelezési munkálatok. Egy közösségi ház még jelenleg is épülőben van, de játszótérrel és sportpályával is gazdagodnak a jövőben a városrész lakói a 311 millió forintos pályázati forrásból. Ezen a 9 darab bérlakáson kilométer pályázati forrásból építettünk fel, még 2 lakást saját forrásból is megépítettünk, tehát igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, persze azok sokkal nagyobbak, mint amelyet ki tudunk elégíteni, tehát ebből igazából sosem lenne elég, ezért is figyeljük a pályázati lehetőségeket. Ennek a pályázatnak a feltétele az, hogy a célcsoport, aki ide bekerülhet, az a feltétele, hogy a szegregátum területén éljen, az elmúlt egy évben ott életvitelszerűen ott éljen, illetve hát természetesen a lakásrendeletünknek is meg kell, hogy feleljen az, aki pozitív elbírálásban részesülhet ebben a tekintetben. A térség országgyűlési képviselője az átadó eseményen úgy fogalmazott, az ebben az évben véget érő Európai Uniós pályázati ciklusban Ibránynak sikerült élni a lehetőségekkel. Minai Győző hozzátette, a város az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül infrastruktúrálisan, ezzel a projekttel pedig a felzárkóztatásban is példa lehet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez azért nagyon fontos itt, mert a szociális egyenlőtlenségek, ami megyénkben jelentkeznek erőteljesen, azért, mert a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok nagy száma itt megtalálható, nincs meg a megfelelő képzettség, és éppen ezért, ha a munkahely nehéz, bár egyre inkább azt akarjuk, hogy mindenki dolgozzon, és aki nem tud a versenyszférában elhelyezkedni, legalább a közfoglalkoztatásban dolgozzon, akkor második helyen ott van a lakhatás, hogy tudok-e lakni valahol, tudok-e olyan olcsó rezsivel működni, és szociális bérlakásokra ki kell mondanom, hogy szükségünk van, hiszen vannak olyan emberek, vannak olyan társadalmi csoportok, akik nem tudják megfizetni, nem tudnak lakást építeni, és nem tudják megfizetni a piaci alapú albérletet. Ezeket a lakásokat is igen kedvező bérleti díjjal lehet majd igénybe venni. Az Ibrányi önkormányzat azonban nem csak a lakhatással, hanem hosszú távú foglalkoztatással szeretné csökkenteni a társadalmi különbségeket. A képviselőtestület a következő ülésen tárgyalja, hogy a pályázatra jogosultak közül kik és milyen feltételek között vehetik igénybe a bérlakásokat.